Megújulás. Fejlesztették a siófoki pszichiátriát. Mezőgazdaság. A pályázati lehetőségekről is beszéltek Bábony-megyeren. Narcisz ünnep. Április 2-án újra megrendezik a programot. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Új pszichiátriai és addiktológiai épületszárnyal bővült a siófoki kórház. A bruttó 266 millió forintos fejlesztés eredményeként javul a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése, és lerövidülhet a várakozási idő is. A dolgozók és betegek néhány héten belül teljesen birtokba vehetik az új épületszárnyat. Számtalan csoport és terápiás szoba, valamint orvosi rendelők is fogadják majd az ideérkezőket. A lényeg ennek az, hogy egy korszerű pszichiátriai és addiktológiai ellátás fog itt elindulni. Ennek a lényege, hogy a pszichiátriai és addiktológiai betegeket folyamatos nappali terápiás részlegünkön, önkéntes alapon kezeljük, gondozzuk, a betegségüket szinten tartjuk, azért, hogy a társadalom hasznos tagjai maradhassanak, és ugyanakkor mentesítjük a kórházak pszichiátriai osztályainak a bentfekvésének a számát, ezzel is elősegítve azt, hogy ezen betegeket a járóbeteg ellátásban folyamatos ellenőrzés alatt bent tartsuk. A siófoki kórház az elmúlt években több mint 6 milliárd forintnyi fejlesztést nyert el, fogalmazott az átadón Vicman Mihály. A térség országgyűlési képviselője elmondta, nem csak Siófokon, de az egész választókörzetben számos egészségügyi fejlesztés valósult meg a közelmúltban. Több mint 50 orvosi rendelőnek a korszerűsítése, két új mentőállomás megépítése, a siófoki mentőállomás felújítása, a mentőautó beszerzések, kórházi fejlesztések, bérfejlesztések mind-mind azt mutatják, hogy ha nem is értük el a célunkat még maradéktalanul, ha még nem is tartunk ott, ahol tartani szeretnénk, mindenféleképpen talán ez lehet a helyes irány, nem a bezárások, nem az intézmények magánosítása, a privatizációja és nem a fizetős egészségügy bevezetése. A siófoki kórház egy újabb 300 millió forintos pályázati lehetőséghez jutott nemrégiben, amelyből megújul a többi között a főépület aulája, és számos diagnosztikai felszerelés, berendezés is beszerzésre kerül majd. Az EU csúcson sikerült érvényt szerezni a józanésznek. Magyarországra továbbra is érkezik gáz és olaj, írta Orbán Viktor közösségi oldalán. A miniszterelnök elutasította az ukrán elnök követeléseit fegyverek küldéséről és az orosz energiahordozók betiltásáról. Néhány ország megint felvetette, hogy a szankciókat ki kell terjeszteni az energiára, szénre, gázra, olajra. Sőt, maga az ukrán elnök, aki videókapcsolaton keresztül vett részt a megbeszélésen, is ezt kérte tőlünk. Mi ezt megfontoltuk, majd elutasítottuk, tekintettel arra, hogy Magyarországon a gáz 85%-a Oroszországból érkezik, az olajnak pedig több mint 60%-a. Egy szankció azt jelenteni, hogy a magyar gazdaság pillanatok alatt lelassul, majd megáll. Ez elfogadhatatlan, ez ellentétes a magyarok érdekével, sőt azt jelenteni, hogy valójában velünk fizettetik meg a háború árát. Szerencsére nem csak mi vagyunk ebben a cipőben, néhány más ország hasonlóképpen érvelt. Így sikerült érvényt szerezni a józanésznek, és Magyarországra továbbra is érkezik majd gáz és olaj. Holnap reggel a munkát folytatjuk, az extra magasra fölszökött energiaárak kérdését tárgyaljuk meg, és megvitatjuk, hogy mit kell tenni Brüsszelben annak érdekében, hogy az energiaára csökkenjen. Ünnepi szentmisével avatták fel a megújult Nagyboldogasszony székesegyházat Kaposváron. A beruházás teljes egészében állami támogatásból 2,1 milliárd forintból valósult meg. Ennek részeként a többi között lecserélték a tetőfedést, restaurálták az ólomüveg ablakokat, felújították, valamint kicserélték a fanyilászárókat, padlófűtést építettek be és felújították az orgonát is. A felzárkóztatáshoz a pályázati támogatásból építettek egy Csillagpont nevű szociális épületet, valamint egy közösségi szolgáltatóházat és 7 szociális bérlakást Kőkúton.
A Csillagponton szociális munkások várják a rászorulókat, bármilyen munkával és életvitellel kapcsolatos kérdéssel fordulhatnak hozzájuk, még tisztálkodási és mosási lehetőséget is nyújtanak az épületben. A szolgáltatóház közösségi programok, képzések, egészségügyi szűrések helyszíne lesz. A faluban élők majdnem 90%-a roma származású. Az elért eredményekről és a további feladatokról tanácskoztak a somogyi gazdák egy Bábony-megyeri fórumon szerdán. A programon részt vett a MAGOSZ elnöke Jakab István, valamint Papp Zsolt György, a vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár is. Uniós előírásokról és azok hatásairól is beszélgettek a gazdák a Bábony-megyeri fórumon. Jakab István emlékeztetett, bár uniós előírás a műtrágya csökkentése a gazdálkodóknál, vannak olyan helyzetek, mint most például a szomszédunkban dúló háború, amelyek felülírhatják ezeket. Amíg az Ukrajnában a háború zajlik, amíg ez az egész háborús helyzet nem szűnik meg, amíg a gabona termesztés nem kerül veszélybe mondjuk Ukrajnában egy 34 millió hektáros területen, és nem látjuk, hogy az oroszoknál mi a helyzet, tehát a gabonapiac egyensúlya megbillent. Itt most minden négyzetméter földet maximálisan meg kell művelni, és igenis oda kell adni a tápanyagot ahhoz, hogy megfelelő hozamot tudjanak a gazdák realizálni. Az előadásokon hangsúlyos szerepet kaptak a következő évek pályázati lehetőségei, és a kormányzati törekvés, hogy a gazdák kisebb konzorciumokba tömörülve érvényesítsék érdekeiket a kereskedőknél, illetve fontos a feldolgozó szövetkezetek kiépítése is. 2014 óta valamennyi pályázatunkban többletpontokkal és többletforrással jutalmazzuk azokat a pályázatokat, akik konzorciumban pályáznak hozzánk. És legyen az egy terménytárló, legyen az egy feldolgozó, legyen az egy gép, mi abszolút abba az irányba próbáljuk őket terelni a fejlesztési forrásokkal, hogy álljanak össze, érdekérvényesítsenek közösen, harcoljanak ki magasabb árakat, illetve valóban dolgozzák föl azt a terméket, és utána azt a nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező terméket juttassák el valahogy a kiskereskedelmi láncokba, vagy a piacokon keresztül értékesítsék. Van hova fejlődni, én úgy gondolom, de az 1990 előtti időszak nem igazán tett jót, hogy a gazdák szövetkezési kedvének ezen kell változtatni. Én bízom abban, hogy a fiatalabb generáció az hajlamosabb lesz már az összefogásra. A gazdákat élénken foglalkoztatja a háborús helyzet miatti gabona árak emelkedése is. Nagyon nehéz válaszolni arra, hogyha egy gazdálkodó megkérdezi, hogy mégis mit várunk, milyen terményárak lesznek, milyen lehetőségek lesznek. Ez nagyon nehéz. Egy biztos, igyekszünk felkészülni, legfontosabb ebben az időszakban, hogy megfelelő információkhoz jussanak a gazdák. Ebben mindenképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy megyeszerte 27 jól képzett falugazdász áll rendelkezésükre. Tényleg használják őket a gazdálkodók, csak értük dolgoznak. Míg 2010 előtt a vidék elnéptelenedése és a földek privatizálása volt a jellemző, az elmúlt 12 év alatt újra felértékelődött a vidék szerepe és az itt élő emberek boldogulása, fogalmazott Vicma Mihály országgyűlési képviselő. 2010 óta indult egy újfajta gazdaságpolitika, egy újfajta vidékfejlesztési stratégiának a megvalósítása, kezdve a Magyar Falu Programmal, a falusi csók kiterjesztésével, és hát természetesen a vidékfejlesztési agrártámogatásokkal. Végre azt látjuk itt vidéken, ez egy Somogy 4-es választókerület 71 településből álló térsége Somogy megyének, azt látjuk, hogy végre kezd visszatérni az élet vidékre, egyre többen laknak vidéki falvakban, egyre több polgármesterrel tudok most már olyan beszélgetéseket folytatni, hogy korábban egy utcában 8-10 eladóházzal találkoztunk, ezek az eladóházak kezdenek megszűnni, újítják őket fel, ezeket a vidékfejlesztési kormányzati támogatásokkal élnek a vidéken élők, és nem csak, hogy elkezdett lecsökkenni az elvándorlás, hanem egyenesen most már vidéki településeknél egy jelentős népesség növekedéssel tudunk találkozni. Az elkövetkező időszakban a gazdálkodók, a mezőgazdaságból élők soha nem látott mértékű támogatásban részesülhetnek, hiszen a kormány 17%-ról a maximumra 80%-ra emelte a kiegészítő támogatásokat. Egy 400 négyzetméteres raktár égett le Nagyatádon csütörtökön. A tető egy része már beomlott, amikor a városhivatásos tűzoltói a helyszínre értek. Az egységek az épületet átvizsgálták, de nem találtak bent senkit, viszont kihoztak egy széndioxid, 3 oxigénpalackot, valamint egy 11,5 kilós
PB gázpalackot, amelyet hőhatás is ért, ez utóbbit a tűzoltók visszahűtötték. A nagyatádi tűzoltók a marcali egységekkel kiegészülve több oldalról 5 vízsugárral végezték az oltást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával. Beavatkozásuknak köszönhetően az épület mintegy felét sikerült megóvni a tűz pusztításától. A raktárban tárolt gépek, berendezések és egy személygépjármű azonban megsemmisült. A tavalyi év legnagyobb tűzesetének helyszínére koncentrálódik a marcali hivatásos tűzoltók gyakorlati képzése 3 héten át, amíg a természet ki nem zöldül, a mintegy 300 hektáros fonyódi berek kiemelt figyelmet kap. A tűzoltóság minden szolgálati csoportja végigjárja azokat az útvonalakat, amelyek jól járhatóak és egy esetleges tűzeset során természetes akadályt jelenthetnek a lángok mi hamarabbi megfékezésében. Élményfestéssel, koncertekkel, divatbemutatóval és fotószínházzal is várja az érdeklődőket a Narcisz ünnep Kaposváron. A koronavírus járvány miatt 2 év kihagyás után rendezik meg újra az eseményt a Ripple-Rónai villánál, április 2-án szombaton. Hamarosan újra benépesül a kaposvári Ripple-Rónai villa kertje, ahol színes programokkal várják a kilátogatókat. Egy családi program, tehát igyekszünk a széles korosztálynak kínálni programokat. A gyerekeknek a szokásos kézműves foglalkozások, de a Somogy megye Népűsz Egyesületnek nagyon ügyes és a legjobb kézművesei lesznek hívva, akik a gyerekekkel ott tudnak foglalkozni. Fellép majd a Barackmag és a Kultúrtalálka együttes, valamint lesz játszóház, élményfestés, divatbemutató, fotószínház, de beszélgetésekkel és oldtimer autók bemutatójával is készülnek a szervezők. Természetesen ott lesznek az Zicsi Iparművészeti Szakközépiskolások is, akik minden évben eddig ott voltak, és a gyerekek ott végre alkotni fognak, tehát akik megmutatják, hogy a mostani korosztály hogy áll a művészetekhez, illetve nem véletlenül vagyunk Ripple-Rónainak a villájában. A koronavírus járvány miatt az elmúlt 2 évben elmaradt a program, de most újra a Ripple-Rónai József egykori villáján elünneplik a tavaszt Kaposváron. Ott van az a hatalmas kert, amiben Ripple-Rónai idejében is, ha nem is csak nárciszok, de rengeteg haszon és dísznövény volt, és hát ez egy kezdeményezés, hogy a tavasz gyakorlatilag ez az első igazán nagyobb rendezvény Kaposváron. A tavasz kezdjük el már megünnepelni a város egyik nagyszülőtének a nyári rezidenciájában. A Narcisz ünnep április 2-án szombaton délelőtt 10 órától este 6 óráig várja az érdeklődőket a Ripple-Rónai villánál. A Be My Lake 2 éves kihagyás után új formában tér vissza a hazai rendezvény színtérre, írják a szervezők közleményükben. 2022-ben a Balaton Sounddal együtt tartják meg a zenei fesztivált. A MOL Nagyon Balaton esemény sorozat részeként 2013-ban alapított Be My Lake már indulásának első évében elnyerte az Európa legjobb új fesztiválja díjat, az elmúlt évtizedben pedig 3 különböző helyszínen rendezték meg. 2 évnyi kényszerszünet után a legnagyobb underground elektronikus zenei fesztivált június 29-e és július 2-a között rendezik meg Zamárdiban. Megújulás. Fejlesztették a siófoki pszichiátriát. Mezőgazdaság. A pályázati lehetőségekről is beszéltek Bábony-megyeren. Narcisz ünnep. Április 2-án újra megrendezik a programot. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. A hétvégén is nagyon kellemes idő várható, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!